Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit. A mai adásban egy kicsit magunkat is ünnepeljük, hiszen november 21-e a televíziózás napja, világnapja. Általában a tévézésről, illetve az idén 20 éves Kölcsei Televízióról is beszélgetünk majd kollégáimmal, de mindenek előtt már itt van vendégem a stúdióban, Sikli László író, kezemben pedig a könyve Kísértés vagy Belső Parancs címmel. Hát egy új könyvet kézben tartani mindig nagy öröm, és végül is egy régi könyvet is, de ugye ebben az esetben egy nagyon különleges és szövevényes életútnak gyakorlatilag a jelenben már olvasható vetületét tartom a kezemben. Van a könyvnek egy alcíme, egy katolikus pap vívódásai a cölibátus és szerelem keresztüzében. És az a katolikus, egykori katolikus pap, aki ezeken keresztül ment itt ül velem szemben. Hát jó estét kívánok! Kedves jó László! Jó estét kívánok magam is! Nagyon nagy öröm számomra, hogy őszintén tudunk beszélgetni egy olyan, azt gondolom, hogy problémáról, ami hát nyilván nem csak az ön sajátja, amikor papként egy hivatást nagyon komolyan űzve és élve, mégiscsak valahol a szív megdobban a reverenda alatt. Hogy volt ez az ön életében? Hát ez egy nagyon, nagyon egyszerű, ugyanakkor bonyolult állapot, életállapot, mert a szerelem az a sajátságos emberi érzés, ami előbb-utóbb mindenkit földre terít. Minket a teológián úgy neveltek, hogy nyilván arra kell készülnünk római katolikus vallású lévén, hogy családot nem alapíthatunk, a cölibátus ténye az egy elvárás a katolikus papok esetében, neveltetésünk is valahogyan koncentrált erre. Persze figyelmen kívül hagyta azt, hogy nem csak kísértés a szerelem, amit nekünk egyfolytában így szajkóztak, hanem a szerelem az egy természetes létállapot és velejárója az emberi életnek, és én ezt így konvertáltam, és ezért adtam ezt a címet a könyvnek, mi van, ha nem kísértés, ha nem belső parancs. 18-20 évesen azért nagyon nehéz egyébként eldönteni azt, hogy valóban egy ember képes lesz egy bizonyos érzés nélkül leélni az életét, tehát ez valahogy számomra olyan, mint amikor valaki egy ilyen repedező kötéllel ugrik bungee jumpingot, vagy úgy ugrik két gépből, hogy igazából nincs a hátán semmiféle ejtőernyő, tehát azért mégiscsak érett, fiatal, lelkes, és azt gondolom, hogy jó intellektusú férfiak azok, akik ugye ezt a papi hivatást választják. Azért az ön esetében végig a főiskola alatt, illetve hát ugye el is kezdte a pályáját, és már gyakorló pap volt, amikor a szerelemérzése mégiscsak leterítette, ahogy említette. A szerelemérzése, legyünk őszinték, egyébként a könyv majd elmesél nagyon sok érdekes történetet, az nem egyszer csak majd a végén teríti le az embert, hanem már az elején jelentkező tényező, hogy hoppá, barátom, ne feledkezz meg, én is vagyok a világon. Kicsit mégiscsak olyan, mint a kísértés, nem? Hát persze, hogy igen. Mint a kis ördög ott azért. Na most, ha lelkesen induló fiatal emberekről beszélt, vagy utalt rájuk, akkor azt kell mondanom, hogy ez tényleg így van, az ember 20-20 évesen úgy érzi, hogy most akkor meghódítja a világot, mert el kell mondanom, hogy őszintén hiszek abban, akár a magam esetében, akár a másokéban, hogy van egy lelkesedésből induló életállapot, katolikus papok esetében is, akik úgy érzik, hogy meg fogják váltani a világot, és nagyon nagy energiával, erővel, akarással lendülnek ennek neki. Igen ám, de nem elég hozzá az akarás. A cölibátus kérdése az egy létező érték. Ha nem lenne pozitív értelemben felfogott cölibátus, akkor nem lennének Szent Ferencek, nem lennének Teréz anyák, sőt, azt kell mondanom, hogy a magunk körében, magunk korában is, hát ott van a Csaba testvér például, aki az egész életét tette rá valamire, egy csodálatos dolgot visz véghez. És vannak sokan a világban. Igen ám, de nagyon kevés a Márton Áron, a Csaba testvér, a Teréz anya és így tovább. Ezek sajátságosan személyre szabott kegyelmi hivatást jelentenek. Nekik egyértelműen ez a főszerep jutott.
mert a cölibátus által tudják sublimálni az egész életüket, egy bizonyos szintre emelni, ahol meg tudnak valósítani valamit, amit csak úgy képesek, ha ezt felvállalják. Na most ezt kötelezővé tenni amblok egy egész társaságra, mondjuk egy világegyházra, minden egyes fiatal emberre, aki a papi szolgálatra jelentkezne, ez felelőtlenség. Igen, én azt gondolom, hogy vannak hadvezérek, de attól még lehetnek jó katonák, akik persze mondjuk egy rendszert szolgálnak, tehát hivatásban lehetnének nagyon jó családapák is, akár katolikus papok, mint ahogy a görög katolikus egyházban, ugye ez már egy bevált forma. Azért az mindenképpen egy nagyon érdekes történet, hogy az ön esetében gyakorlatilag bujkálva és titokban, vagy akár hát hazugságok mellett tudta megélni azt, hogy gyermekei lettek, és mindeközben ön még mindig római katolikus papként szolgált. El tudom képzelni, hogy mekkora botrány volt, amikor ugye kiderült, hogy ön már egy boldog családapa. Ki kell javítanom, ugyanis nem bujkáltam, hanem egy nagyon, nagyon furcsa jelenség a szerelem. Írtuk a második operánkat a barátom, a zeneszerző barátommal, én a szövegkönyvben voltam részes, és összehívtunk mindenkit, aki él és mozog Nagyváradon, toboroztuk a kórustagokat. Itt jelentkezik egy csomó fiatal, fiú, lány. És a sok fiatal, jelentkező fiatal között ott van egy lány, akit nem tudod megmondani miért, az első pillanattól haza akarod vinni. De ez a szó szép és nemes értelmében. És csak ön akarta hazavinni, a barátja nem. Tehát, hogy persze, világos, ez igen. Önnek szólt az elhívás. És tehát ő egyébként családos zeneszerző, zenetanár. És egyszerűen azt érzed, hogy nem mehetsz haza nélküle, hogy nem veszítheted el, hogy ez hozzád tartozik, sose láttad. Furcsa dolog ez. És akkor így indul el egy abszolút ragaszkodás, el se tudod képzelni nélküle az életedet, és úgy pátyolgatod, úgy neveled, úgy ápolod a kapcsolatot, hogy 21 éve kisebb, mint én. Most ő volt 19, én 40. És nagyon egyszerű a kérdés, hogy azon a magam mellé vettem, és vittem haza, édesanyám nagy szeretettel fogadta, tehát gyakorlatilag úgy volt a plébánián, úgy volt körülöttünk, mint aki oda tartozik. Ebből az oda tartozik állapotból, hogy haza akarom vinni állapotból lett az, hogy kialakult egy teljesen más, egy természetesen érlelődő kapcsolat, egy szerelem, és ebből a szerelemből született az az elválaszthatatlanság, aminek élvezői lettünk és vagyunk a mai napig. Ebből született két nagyon aranyos gyerekünk, és most azért mondtam, hogy korrekcióra szorul, amit mondott, mert az Erikám ott ült a templomba, a két gyerek is, mikor megold, akár kicsike lévén is, ők ott voltak, és a világ tudta, hogy nekünk ugye párkapcsolati viszonyunk van, illetve hát a két gyerekünk van. A gyerekek szaladtak be a sekrestjébe hozzám, én ölbe kaptam őket, és ez egy természetes folyamat volt nekem. Nem kellett hazudnom senki előtt. Értem. Sőt, ellenkezőleg, amikor kibudjam belőlem lelkesen, hogy boldog családapának érzem magam, az valami természetes volt mindenkinek, soha nem volt a templomban ülőhely. Ez azt jelenti, hogy senki számára nem volt ez probléma. Hát nyilván valaki úgy gondolta, hogy ezt mégiscsak el kell mesélni a püspöknek, és innen kaptam egy ilyen elbocsátó szép üzenetet az ő részéről. Kedves László, ez most a mi beszélgetésünk végszava, de nyilván a történetnek itt nincs vége, hiszen ebben a könyvben, ami elég vaskos, és egy Hollandiában élő művész barátjának az illusztrációjától még különlegesebb kézbe venni, és ehhez is szívből gratulálunk. Azt gondolom, hogy a belső utazás mellett sok-sok történet és sok-sok élmény, olvasható kísértés vagy belső parancs címmel, amelyet a könyvesboltok könyvespolt számára akár karácsonyi ajándékra is megvehetik azoknak, akik esetleg nem hisznek abban, hogy valahol vezetve van a sorsunk, és hogy érdemes küzdeni akár a szerelemért, akár azért, hogy az embernek legyen célja az életben. Köszönjük szépen, hogy itt járt. Én is köszönöm.
Kedves nézők, Boldizsár Ildikó meseterapeuta, író, egyetemi oktató volt a Bencs Villa vendége kedden, az ismert szakértővel Kovács Dénes beszélgetett a mesék terápiás hatásáról, tanítványairól, egy készülő folyóiratról. Az esten a közönség népmeséket is hallhatott a terapeuta előadásában. Viraszkó Szilvia összeállítása következik. Boldizsár Ildikó közel 60 könyv szerzője, 2000 tanítványának adta már át a mesék titkait. Gyerekkorában nem meséltek neki, az ELTE magyar szakos egyetemi hallgatójaként fedezte fel azokat. 1996-ban kezdett el meseterapeutaként dolgozni, kórházakba járt mesét mondani, nem csak gyerekeknek, hanem felnőtteknek is. Az ottani tapasztalatok segítették gyógyító munkájában. 15 év elméleti kutatás után fordult a mesék gyakorlati alkalmazása felé, és újabb 10 év tapasztalatai alapján dolgozta ki a meseterápiás módszert. 2010-ben írta a Meseterápia című könyvét, amely leginkább a kórházakban, nevelési tanácsadókban dolgozó szakembereket segíti. Van kedvenc meséje? Több is. Ez mindig attól függ, hogy éppen hogy érzem magam. De igazából most már úgy vagyok ezzel, hogy nem akarok igazságtalan lenni a mesékhez, és mindig kicsit lelkiismeret furdalásom van, hogyha az egyiknek több figyelmet szentelek. De azért mindig akad egy-kettő, ami éppen aktuálisan kedvesebb a szívemnek. Több mint 30 éve foglalkozik meseterápiával és mesékkel. Melyek voltak a legmeglepőbb tapasztalatai ezen a téren? Mivel ez egy teljesen új terület, aminek nem volt előzménye, és én nem tanultam, hanem kidolgoztam ezt a módszert, minden egyes állomása meglepetés volt. Tehát nem tudok kiemelni ilyeneket, hogy mi a meglepő, amire a terepmunkából, a gyakorlatból, a kórházi ágyak mellől eljutottam odáig, hogy tanítható, megfogalmazható, rendszerű, összeálló módszer lett. Azért az valóban 30 év volt, és nem volt arra időm, hogy ezeken annyira csodálkozzam, tettem a dolgom, és láttam, hogy a mesék valóban képesek segíteni abban, hogy valaki megtalálja saját magában a rendet, és amikor megtalálta, akkor a külső világát is ennek alapján tudja rendezni. Mennyire jellemző az már itt az utóbbi években, hogy szeretnék megtanulni öntől ezeket a módszereket, akár pedagógusok, akár orvosok vagy más szakmában dolgozók? Nagyon hosszú várólisták vannak, úgyhogy most már 2000 tanítványról tudom elmondani, hogy megtanulta a módszert, használja akár rendelőkben, akár iskolákban, óvodákban, egyetemi katedrákon, tehát hogy tényleg nagyon sok tanítványom van, és nagyon sokan várják azt, hogy megtanulhassák. Nem csinálok belőle ilyen heti rendszerességgel induló tanfolyamokat, úgyhogy nem azért ilyen nagy a lista, mert nem dolgoznék, hanem azért, mert hogy annak, hogy egy tanfolyam, egy 120 órás tanfolyam a végére érjen, az legalább egy másfél év, és másfél év alatt viszek végig 24-30 embert egy ilyen folyamaton. És milyen szakmából kerülnek ki az ön tanítványai? Óvónők, tanítónők, tanárok, középiskolai tanárok, egyetemi tanárok, pszichológusok, klinikai szakpszichológusok, orvosok, mentálhigiénész szakemberek. Tehát az élet minden olyan területéről jönnek megtanulni a módszert, ahol szükség van arra, hogy segítsünk. Milyen könyvön dolgozik most? A segítőkről szóló könyvemet írom. Nagyon izgalmas, hogy a mesékben annyiféle segítő van, ahány probléma, tehát a segítők személyisége vagy karaktere annyira árnyalt a népmesékben, hogy érdemes róla egy könyvet írni, és most éppen ezen dolgozom. Mikor vehetjük a kezünkbe? Szerintem egy év múlva itt lesz. Állatos témával folytatjuk. A baglyok kiemelt biológiai szerepére hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A madarak települési jelenléte azért fontos, mert segítenek kordában tartani a rágcsálók elterjedését. Egy ilyen erdei fülesbagoly évente 1000-nél is több rágcsálót zsákmányol. A kisebb termetű bagolyfajok pedig rengeteg kártevő rovart is elfogyasztanak. Ezért nem mindegy, hogy lakott területeinken mennyien élnek, vagy egyáltalán élnek-e ezek a madarak.
Baglyaink alapvetően, különösen a lakott területen is élők, alapvetően elsősorban kisvágcsálókat fogyasztanak. A leggyakoribb magyarországi és egyben lakott területen is fészkelő vagy költő bagolyfaj az erdei fülesbagoly. A baglyok alapvetően nem vonulók, és gondoljunk bele, hogy egyetlen egy erdei fülesbagoly évente 1000-nél is több kisvágcsálót fogyaszt el. Ez önmagában már jelzi, hogy miért fontos jelenlétük. A kisvágcsálók, elsősorban az egerek, de ide tartoznak a patkányok is, és különösen utóbbiak bizony a lakott területen is problémát tudnak jelenteni. Elsősorban a patkányokra gondolva például vezetékek megrágásával, de alapvetően ugye közegészségügyi, járványügyi kockázatot is jelentve. Ezért az ellenük történő védekezés az rendkívül fontos, és hát nagyon nem mindegy, hogy ez drága, és az emberi egészségre, a környezetre is rendkívül veszélyes mérgekkel oldjuk meg, vagy pedig ingyen és bérmentve biológiai úton elvégzik ezt a semlegesítést a baglyok. Most az emberek többségében vannak félelmek a baglyokkal kapcsolatban, de ez valószínűleg csak valamilyen tévhit. Van ennek bármilyen realitása, hogy kisgyermekeket féltik a baglyoktól, mint ragadozó madaraktól? Vagy az ember közelében a baglyok hogyan viselkednek egyáltalán? Nagyon érdekes ennek a mondjuk a néprajza, ugye a Én is találkoztam még nem is olyan nagyon régen azzal a véleménnyel a kuvikkal kapcsolatban, hogy ez egy halálmadár, halálbagó, ahogy régen mondták. Sőt, hát hallottam olyan beszámolót, hogy az ősi védekezési módszerként egy bagolytetemet szegelnek ki mondjuk valamilyen ajtóra, kamraajtóra, bejárati ajtóra. Ugye ennek mi a magyarázata? Régen-régen, amikor még az elektromos áram sem volt bevezetve az embereknek a lakóhelyére, és alapvetően a vidéki, a paraszt emberek a nappal keltek és feküdtek, akkor bizony esténként a házakban sötét volt. Mikor mi a kivétel ez alól? Például, amikor beteg volt a háznál, vagy halott is virasztottak ilyenkor, mellette fény ég egy gyertya petróleumlámpa, és az a világos ablak oda vonzotta a bogarakat, az éjszakai rovarokat, bogarakat, és az ezekkel táplálkozó kuvik, ami akár a padláson is költhetett, az bizony ott vadászgatott, és közben hallatta a jellegzetes hangját, és utána az embereknek ugye a bánattól, a fájdalomtól elfelejtették, hogy most ez a haláleset előtt vagy után történt, egy szó mint száz, kialakult többek között az a vélemény is, hogy ahol a kuvik megszólal, ott bánat áll a házhoz, és ezért sok helyen üldözték ezeket a madarakat. Ez ugye mind-mind ilyen néphit, babona, ilyen szempontból semmiféle, illetve a baglyok esetében semmiféle valóság alapja nincs. A baglyokkal nagyon jól együtt lehet élni, semmiféle veszélyt nem szoktak ránk jelenteni. Amikor ezt megkérdezik, hogy akkor de mégis milyen kockázatot jelenthet, erre félig viccesen azt szoktam mondani, hogy ha baglyok vannak a közelünkbe, akkor a berti hörcsögünket éjszaka egy nyitott terráriumban ne rakjuk ki csillagos eget nézni, mert akkor a berti hörcsög bajba juthat, de egyébként emberként semmiféle kockázatot nem jelent. Kettős hasznuk van, egyrészt hihetetlen állatok, elképesztően izgalmas velük együtt élni és megfigyelni. Őket ugye nappal is láthatók azért a körülöttünk élő baglyok, nem csak a kuvik, hanem akár az erdei füles bagoly, a macska bagoly is. És ami a legfontosabb, amiről eddig is beszéltünk, hogy nélkülözhetetlen biológiai védekezést jelentenek. Gondoljunk bele, amikor mondjuk egy településen éjszakázik a téli időszakban telel több száz erdei füles bagoly, akkor bizony ott sok tízezer kisrágcsálót szednek össze a lakott terület határában lévő mezőgazdasági táblákról, ami elképesztően nagy megtakarítást jelent például a rágcsálóirtószerek használata, illetve nem használata kapcsán. A baglyok megtelepedésének egyik legfőbb akadálya a megfelelő fészkelőhely hiánya. Ezek a madarak ugyanis nem tudnak fészket építeni. Olyan helyet kell keresniük, ahol a tojások biztonságban vannak. Igen, gyakran például fák törzselágazásában költenek, nagy korhadt üregekben, kisebb termetű fajok, például harkályok vájta, odukban fészkelnek, vannak aztán talajon költő bagolyfajok is, és nagyon nagy előszeretettel költöznek bele más madarak fészkeibe, leggyakrabban a varjú félékébe, szajkó, vetési varjú, dolmányos varjú,
és szarka fészekbe, de egészen akár a fehér gólya fészkébe is beköltözhetnek. Egy szó, mint száz. Napjainkban most már a rendelkezésünkre áll az a tudás háttér, amivel segíteni tudjuk őket, akár egy kiszolgált vesző kosár kihelyezésével, amit mondjuk kívülről csivedróttal megerősítünk, a vércseköltőládák kihelyezésével, kubik költőláda, a gyöngybagoly költőláda alkalmazásával a közelünkben lehet segíteni a költésüket, illetve nagyon fontos a lakott területeken lévő varjúfészkeknek, illetve varjúféle fészkeknek a kímélete megtartása, hiszen ezekben tudnak fészkelni a településen is költőbaglyok. A baglyoknak kirakott műfészkek, mesterséges oduk esetében alapelv, hogy ezekben mindig száraz szüvet, hullott lombot vagy faforgács fészekanyagot kell tenni, amibe a tojó alakítja ki a tojásoknak a fészek mélyedést. Magyarország 10 fészkelő bagolyfajtájából 5 lakott területen is él, vagyis kimondottan emberkövetőnek számít, ezért fontos, hogy az emberek megfelelő tudással megsegítsék a baglyokat. Maradjunk az állatoknál, hiszen a napokban tartották a Sóstói Múzeumfaluban a Márton napi rendezvényüket, amely a Skanzen idei évi záró programja volt. Márton nap alkalmából két új kiállítást is megnyitottak a Szatmári Múzeumban Máté Szalkán. Az év hátra levő részében Szepesi Béla grafikus alkotásai és Stanovszky Tamás festményei tekinthetők meg az intézményben. A városban ezen a héten központban volt a kultúra, szerdán és csütörtökön tartották a Kárpát-medencei Magyar Múzeumok konferenciáját. Ezzel a bejátszással zárjuk a víkend első részét, a híradó után a televíziózás történetével foglalkozunk. Szép számú közönség gyűlt össze hétfő este a Máté Szalkai Szatmári Múzeumban. Az év búcsúztatás kezdetén Márton nap alkalmából egyszerre két kiállítást is megnyitottak. A földszinti kiállító teremben a Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra Intézetének vezetője, Szepesi Béla grafikus alkotásait rendezték be. A felső emeleten pedig a Máté Szalkán élő Stanovszky Tamás festményei láthatóak a következő hetekben. Két kiváló művésznek, Szepesi Bélának, aki a Nyíregyházi Egyetemnek, a rajztanszéknek, vizuális kultúra intézetének a vezetője, főiskolai tanár, doktor, és Stanovszky Tamás, amik a mi fiunk, aki szintén doktor, és pedig a fizikatudományoknak a doktora, és mellette pedig még alkotóművész is. Kettőjüknek a kiállítását nyitottuk, egy csodálatos grafikai kiállítást, aminek a Szent Márton köpönyege volt a címe, ami szintén kapcsolódik a Szent Márton naphoz, és maga ez az alkotás is egy nagyon jeles, amit Szepesi Béla megalkotott, és Stanovszky Tamásnak pedig a fantasztikus festményei, hiszen egy rendkívül termékeny festőről van szó, aki mellette ugye fizikatanár, fizikus kísérletei vannak, aki egy nagyon sokoldalú verseskötetei jelentek meg saját illusztrációival, kiválóan zenél. Tehát Tamás egy olyan sokoldalú lakója, polgára, városunknak, akire büszkék lehetünk, és így a kettő kiállítása adta meg azt a felhangot, aminek aztán a népi gasztronómia volt a folytatása. Hiszen ha Márton nap, akkor nem hiányozhatott a libasült és a zsíros kenyér sem.
A kiállítás megnyitóján résztvevők különböző ízletes ételeket és bor különlegességeket kóstoltak meg. A népi hagyomány ugyanis úgy szól, hogy a Márton nap egy korszak végét és egy új korszak elejét is jelenti, a finomságok pedig az év során megtermelt javakat szimbolizálják. Tavaly sajnos minden olyan rendezvényünk elmaradt, ami nagy tömegeket vonzott, de hát ragaszkodunk ugye az ősz búcsúztató mártonnapi vigassághoz, ami megint egy olyan jeles alkalom, amikor új évet kezdünk. Új, nem csak naptári évhez közeledünk, hanem egy korszak lezárul a parasztembernek a történetében, amikor hálát ad azért, hogy az év során, amire annyit küzdött, dolgozott, megtermelte a javakat, és hát valójában ilyenkor már a borok is kiszoknak forni, és hát Szent Márton ugye a bornak a bírája is tartja a mondás, a libákat is ilyenkor már levágták, a hízott libákat, hiszen már tovább nem híztak, és hát bizony a jószágnak a szemmel való tartása az nagyon-nagyon költséges volt, és hát ilyenkor rendeztek nagyobb ünnepségeket, hálát adva az egész évi termésért. És hát ezt a hagyományt azért a magyar népi kultúrában is tovább őrződik, és hát valójában a múzeumok is, és hát ha nézzük a televíziót, a gasztronómiai rendezvények mind-mind a libás ételek köré összpontosulnak, és hát nagyon sokan ugye amit magyarok vagyunk, hogy őrizzük a hagyományainkat, hát mi is itt a Szatmári Múzeumban évről évre mindig egy kis kultúra, egy kis gasztronómia, egy kis újbor kóstolása, mind-mind hozzátartozik ez a rendezvényhez. A programok pedig folytatódtak Máté Szalka kulturális színterén. Szerdán és csütörtökön itt tartották a Kárpát-medencei Magyar Múzeumok konferenciáját, amelyen csaknem 100 intézmény vezetője vett részt a Szatmári Múzeumban. Ez már a Weekend második része, november 21-e a televíziózás világnapja, illetve idén 20 éves a Kölcsei Televízió. Vendégem a stúdióban Kéri Péter és H.R. Zsigmond, és természetesen a Kölcsei Televízióról fogunk beszélgetni. Sziasztok, fiúk! Szia, szia! Alig vártátok ezt a 20. szülinapot, ugye? Hát amikor elindult 20 évvel ezelőtt a televízió, nem voltam benne biztos, hogy a tévé is megéri a 20. születésnapot, és én is, meg papu is, hiszen ő is itt volt a kezdeteknél, itt leszünk még a 20. szülinapon, de hát most 2021-et írunk, nem tudom, ki vállalna bármit arra, hogy 2041-re tippeljen, úgyhogy... Nem tudom, én arra emlékszem... Messze van nagyon, úgyhogy arra emlékszem, nehéz. Hogy kezdetekben, ugye én egy másik televízióból figyeltem, és ilyen szerintem, amikor egy konkurens dolog kezd kialakulni, akkor ugye nyilvánvalóan mindenki rettek, hogy fú, mi lesz akkor, és hogy lesz, és szerintem a nézők se nagyon értették, hogy egy Nyíregyháza léptékű város hogy bír el kettő televízióval, de aztán az idő mégis azt igazolta, hogy mindkét televíziónak van létjogosultsága, és hát ugye a Kölcsei Televízió megye televíziója lett. Milyenek voltak egyébként az első nézői visszajelzések? Erre így vissza tudtok emlékezni, akár forgatáson, papó, akár mondjuk amikor találkoztál riportalanyokkal, vagy barátaiddal? Ezt tudni kell, hogy ez a tévé úgy indult, hogy valamikor 2001 nyarán eldőlt, hogy lesz ez a tévé, aztán nem a semmiből lett, itt megépült ez a stúdió, pontosabban átépítették ezt az épületet, aztán azt hiszem volt, hogy 3 hónap, amikor ez készült, a Megyeházán voltunk, és még nem forgattunk, aztán forgattunk, de még nem képernyőre, tehát volt egy felvezető időszak, és hogy mondtad, akkor azért már híre ment, hogy lesz egy megyei televízió, Nyíregyháza központtal, a megye legnagyobb városáról van szó. Zárójelben teszem hozzá, volt egy időszak, amikor 3 tévé működött Nyíregyházán, de az, hogy a megyei televízió, most nem tudom, hogy a 19 megyéből hány megyében van speciális a megyei tévé, mi meg vagyunk, és érdeklődve várták az emberek, emlékszem, sporttal foglalkozom zömében, úgyhogy azt tudom, hogy mikor megjelentünk valahol, bárhol valamilyen sportrendezvényen, akkor picit csodálkoztak, de nagyon hamar megszokták, sőt utána el is várták és örültek, és ott vagyunk, de ezt nagyon sokszor együtt voltunk, meg tud erősíteni. Így van, ugye sokan megkérdezték azt, hogy szükség van két televízióra Nyíregyházán. Ugye akkor még nem volt ez teljesen kikristályosodva, hogy ez egy megyei jellegű televízió lesz, ami természetesen sokkal több feladatot ad a dolgozók számára, mint egy helyi televízió. Itt, ha bármi történik, percek alatt ott tudsz lenni, tudsz tudósítani róla, az anyagot fel tudod dolgozni, és így tovább. Itt viszont a megyéről van szó, itt be kellett járni a megyének a legkisebb zugát is, hogyha ott olyan események történtek, ami esetleg érdekelheti a megye lakosságát. És ugye ez teljesen más feladatot jelentett, technikailag is, személyzet tekintetében és sok mindenben. Tehát ugye a televízióról azt tudni kell, hogy
nem egy olcsó mulatság egy ilyen létesítményt létrehozni. De az is igaz, hogy az lenne igazán jó, bár ezt nem tudom, nagyon kevés televíziónál van még a mai napig is, hogy kész állapotra rögtön átadva. Uh-huh. Itt ugye évek teltek el, míg szép lassan, de biztosan felépült az a rendszer, ami aztán ugye a mai napig is működik, és természetesen ez ugye föl lett fejlesztve, és a mai napig is fejlődik, hisz a technika is minden nap fejlődik, nagyon sokszor nagyon nehéz követni ezt. Valamilyen szinten muszáj, mert az elvárásoknak meg kell felelni. Úgyhogy igen, a nézők közben ugye az első 5 évről azt néztem én is, láthattak hogy képeket, ami ugye nagyon érdekes, amit mondasz, hogy mennyire változik a technika. Ugye, ha valaki most itt becsöppenne a mi szerkesztőségünkbe, akkor már rég nem ezeket az 50 kilós monitorokat látná, hanem ezeket a sík képernyőjű kis pillekönnyű dolgokat, és ez csak egy dolog, ami pedig magát a technikát illeti, azért az abban is óriási nagy a változás, a vágást, az egyebeket így illetően, van. De hát emberre meg, tehát az egyetlen dolog, amit nem tudunk kiváltani, az az ember. Most azon igen. gondolkodtam amúgy, hogy ugye ide én csöppentem hármunk közül a legrégebben, illetve nem legrégebben, hanem most a jelenhez képest ugye a legkorábban, és én mindig gondolkodom, hogy milyen jó a fiúknak, ők televíziózhatnak akár életük végéig, de hogy a lányoknál meg a képernyőn ez nem ugyanaz, és arra gondoltam, hogy hát ha valami mesterséges intelligenciával majd a fejemet át szerkesztik, de azért én, mint gondolkodó ember megmaradok, és akkor a nézőnek nem lesz egy esztétikai sok, hogy mondjuk 80 évesen esetleg még nőcik vezetnek műsort, de most nagyon előre szaladtunk. Egy picit hadd lépjünk már vissza, hogy mondta Papó, bocsánat, az, hogy a kezdetek bejárni az egész megyét, és rögtön mély vízbe ugrott mindenki, mert azt hiszem az első vagy a második, most már meg nem mondom, talán jobban tudod, évünkben volt egy hatalmas tél, amikor reggeli híradókat, hajnali híradókat csináltuk, ha emlékeztek, egy óriási hóhelyzet volt, országos hóhelyzet, 5 óra után. Tehát 7-kor már vágott anyag ment, nem a mai technikával, az akkori technikával, amikor nem ilyen kártyákra forgattunk, hanem kazettákra, és akkor volt a nagy árvíz, ami szintén végig kísért a Kölcsei TV, és az országos híradásokban is azok a képek mentek, amiket Papójék készítettek a útátvágásnál, gátszakadásnál. Így van. Ugye a másik nagyon fontos dolog, amiről viszonylag kevés szó esik, hogy azért mi nagyon sokat dolgoztunk a Magyar Televíziónak, illetve hát a mai napig is bedolgoznak ezek a cégek, és az valamikor nagyon régen indult el. 85-re datálható mondjuk az, hogy az ország különböző pontjain úgy helyek közel egy időben indultak a televíziók. Az első helyi televíziók. És akkor az Ablak szerkesztőségének a főszerkesztője Peták Pista bácsinak volt a nagy ötlete, és nagyon jól kihasználta az, hogy a helyi televíziók szakemberei, akik már ugye mindenféle iskolákat elvégeztek, és azért mégiscsak értettek olyan szinten a műsor készítéshez, hogy ez akár a nagy televízióban is lemehet, idézem most őket ezzel, az adandó alkalmon kaptak, és nyilván, hogy ez egy olcsóbb megoldás volt, és egy kézenfekvő megoldás, hogy az ott lévő kollégák az ottani eseményeket a nagy televíziónak át tudja adni, és át tudják venni ezeket az anyagokat. Így kerültünk ki a hóhelyzetben, amit Zsiga említett, de ott voltunk a levegőben, lenn a földön, az árvizeknél tudósítottuk az országot arról, hogy mi történik itt a Felső-Tisza vidéken. És tegyük hozzá, hogy 20 évvel ezelőtt a maihoz képest nem gyerekcipőben járt az internet, hanem egy kőbalta volt. Igen. Tehát gyakorlatilag innen kaphattak, ezekből kaphattak hírtudósítást azok az emberek, akik kíváncsiak voltak, nem az volt, hogy bekapcsolom a gépet, és 3 perc múlva a történés után már olvashatom, hogy mi történt, hanem ha látták, hallották, akkor innen tudhatták meg. Az volt az érzésem, hogy erről meséltetek, meg a kezdetekről, meg láttuk itt, ahogy készült a stúdió, hogy egyébként meg ez annyira lelkesítő, ilyen forradalmi érzés, nem? Részt venni úgy a kezdetekben, igen, kint lenni a gátakon, igen, benne lenni az ablakban akár. Egy érdekesség még hozzátartozik ez az egész, amit körülöttünk van, hogy egy nagyon-nagyon lelkes csapat vett bennünket körül,
Úgy képzeld el, hogy itt az utolsó díszlet építési, tervezési minden a kollégákon múlott. Voltak olyan emberkék, akik ezzel valamilyen szinten foglalkozgattak, megtervezték. A srácok hozták a kalapácsot, a szöget, a fúrót és egyebeket, és felépült a díszlet. Szóval egy nagyon-nagyon kreatív társaság volt, amellett, hogy a mindennapi munkát természetesen el kellett végezni. Meg amit mondta ez a pioneer feeling, tehát a születni valami egyszer születik meg. Igen. Akik itt voltak, már nincsenek is, itt kevesen vagyunk itt, azok közül ők is elmondhatják, hogy részesei voltak annak, hogy elindult egy megyei televízió. És azért tényleg olyan jó dolog, hogy még mindig részesei vagytok, aztán hát az ember azért reménykedik, hogy akár majd 2041, ebben is tudunk beszélgetni, és még emlékszünk arra, hogy mi volt az elején, mert azért ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Folytatjuk, most viszont megnézzünk egy bejátszást, és itt bevonjuk Kapuvári Gábor újságírót, televíziós műsorszerkesztőt is a beszélgetésbe. A jelenleg rádióriportokat készítő szakember a Napokban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élő személyekkel készített portrékat, Máté Szalkán erről a munkáról, valamint a televíziózás egykori és jelenlegi szerepéről is beszélt. Napokat töltesz most Máté Szalkán és környékén. Milyen céllal érkeztél a megyénkbe? Mostanában az utóbbi 3 évben rádióriportokat készítek, és az utóbbi 1 évben különösen portréinterjúkat. Olyan emberekről, akik valamit nagyon jól csinálnak, jól elsajátították a szakmájukat, aztán gondoltak egyet, fordultak egyet, és valami másba kezdtek, és azt megint jól csinálják. Azzal a pici toldalékkal, hogy lehetőleg az illetők vidékiek legyenek, vagy az agráriumban találják meg a boldogságukat. Ilyen embereket keresek itt most Szabolcsban és Beregben, és hát hála Istennek szép számmal találtam is, illetve Pótor Melinda segítségével találtunk ilyeneket. Szabad tudni pár szeméről, hogy mondjuk Máté Szalkán. Kiket találtál? Máté Szalkán találtam egy olyan tanítónőt, aki református iskolában tanít, és közben bútorokat fest gyönyörűen, olyan szinten, olyan minőségben, hogy már nem is tudja fogadni szinte a megrendelőket, akik özöllenek hozzá. És hát természetesen a múzeum igazgató urat, aki lenyűgöző személyiség, orgonista, kántor, rockzenész, rajztanár, közösségszervező, Tony Curtis emlékének ápolója, minden egy polisztor, nagyon lenyűgöző személyiség. Még keresünk, de hát ezt a két személyt említeném. A vidék és Budapest, a kettő összehasonlítása. Mondjuk mit gondolnak a budapesti emberek a vidékiekről? Ugye Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről nagyon sokáig negatív gondolatok voltak Budapesten, a budapesti emberek fejében. Mi a véleményed? Hogy állnak most a fővárosiak a vidékiekkel? Az igazgató éppen most mondta, hogy a tavalyi és tavalyi előtti év olyan idegenforgalmat hozott ide, olyan turista áradatot, hogy ezek az emberek nem véletlenül jönnek ide. Hallották, hogy érdemes ide eljönni. Ez az egyik. A másik, hogy éppen az imént említett riport sorozat miatt a legutóbb éppen az ország másik csücskében, a Vendvidéken, az Őrség szélén forgattunk, és azt látom, hogy nagyon sokan mennek Budapestről vidékre, és költöznek ide-oda. Ez a vélemény, hogy ott kell hagyni a nagyvárosokat, és meg kell találni a boldogságot kisebb településeken is. Kedvesebbek az emberek, barátságosabbak, szerethetőbbek. Te korábban voltál már Máté Szalkán? Voltam, talán 15 éve volt itt egy filmfesztivál, és én zsűri tag voltam. Ilyen kis filmeket kellett csinálni, Máté Szalka 20 kilométeres körzetében kellett témákat találni, és
remek alkotások születtek. Akkor vissza is várunk, hiszen biztosan mondta igazgató, hogy jövőre Cukor Adolf filmfesztivál lesz Máté Szalkán. Igen. Mit szólsz az ilyen jellegű kezdeményezésekhez? Tehát imádom ezeket. Cukor Adolfról is beszélgettünk az imént, és hát mint kiderült, az egész film szakma innen indult, kis túlzással persze, de hát Cukor Adolf is, Tony Curtis is, vagy illetve Tony Curtis familiája, úgyhogy hát Máté Szalkára érdemes filmfesztiválokat hozni. Ezt azt szólom, hogy jó lenne jönni. Bár most rádiózol, tehát rádióműsort készítesz, és vesztek most föl, korábban a televíziózásnak is oszlopos tagja voltál. Hát 35 évig voltam televíziós, és hát a jó Isten megengedte, hogy a jelenlegi televíziósok, köztelevíziósok között én vagyok az egyetlen, aki két sorozatműsort is csinált, úgyhogy piacvezető volt vele. Tehát azt kell mondjam, hogy bizonyos sikereket is értem el ezzel. Hamarosan a televíziózás világnapját fogjuk ünnepelni. Mi a véleményed, milyen szerepe van ma a televíziózásnak? El kell keserítselek, meg a nézőket is el kell keserítsem. Hát az én életemben talán már nem, de a ti életetekben mindenképpen eljön az a pillanat, amikor lekapcsolják a lámpát. És a tartalomelőállítók nem szerkesztett televízióműsorokat fognak már készíteni, hanem csak szeletkéket, darabkákat. És majd otthon a háziasszony, amikor befejezte a húsütést, akkor leül a kedvenc műsora elé. Az emberek lassan most már kizárólag élő közvetítéseket, tehát sporteseményeket vagy választásokat néznek. Minden, ami rögzített tartalom, azt a saját életrendjükhöz igazítják. Akkor talán nagy szerepe lesz azoknak az embereknek is, akikről te forgatsz most itt Szabolcs. Az egészen biztos. Az egészen biztos. Ezek olyan színes egyéniségek, annyira erős közösségszervező figurák, hogy a továbbiakban is központban lesznek, és köréjük szerveződnek azok az öntevékeny figurák, akik képesek közösséget teremteni. Folytatjuk a témát vendégeimmel, kollégáimmal. Hát ha hihetünk Apuvári Gábornak, akkor 20 év múlva már egy egészen másféle televíziózásról beszélünk. De ma még, amikor azt hiszem, hogy él az a generáció, aki a régi megszokott módon szeret televíziózni, mégiscsak érdemes beszélgetős műsorokat készíteni, vagy akár nosztalgiázni is egy kicsit. Mi egyébként ilyen nosztalgikus alkatok vagyunk, és nem csak most nosztalgiázunk, hanem gyakran tesszük ezt műsorok előtt közben, tehát és sokszor gondolok arra, hogy nekünk televíziósoknak tényleg szép életünk van, annyi emberrel kapcsolódunk, annyi klassz esemény veszünk részt, akár itt vidéken is. És erről is szó volt, hogy vajon mit gondolnak rólunk a budapestiek. Sokszor tapasztalom azt, hogy vidéken nagyszerű operatőrök, nagyszerű szerkesztők, műsorvezetők vannak, és amikor egy budapesti híresség érkezik, akkor meglepődik azon, hogy hú, micsoda jó kérdéseket teszel föl, milyen jól néz ki ez a stúdió. Olyankor soha nem volt bennetek egyfajta ilyen bizonyítási vágy, vagy nem tudom, hogy akkor most lehet, hogy nekem is Pesten kellene dolgoznom, vagy hát, igen. Nézd, itt a legfontosabb dolog, én úgy gondolom, hogy a nézők. Ő az a befogadó személyiség, aki eldönti azt, hogy amit te csináltál, az neki tetszik, vagy nem tetszik. Rengeteg fesztiválon vettünk részt, minden évben díjakat is hoztunk el, természetes, de az az igazi nagy díj, az a nagy Oscar-díj, amikor megállítanak az utcán, és azt mondja, hogy láttam azt a filmet, ami mondjuk a Szatmári disznótoroson készült, ez visszavezetett bennünket, a családomat, a gyerekeimet abba a korba, amikor én fiatal gyerek voltam, és így értük át vidéken például a disznótort. De csak visszautalva egy mondat erejéig a Kapuvári Gabinak a beszédére. Igen, szóval amellett, hogy mi ugye minden nap a kötelező feladatokat ellátjuk, ami a mindennapi megszokott műsorhoz kell, híradó, magazinos műsorok, sportműsorok, stb.
Amellett azért mi nagyon sok olyan dolgot megtettünk, és tesszük a mai napig is, ami valahogy kapcsolódik, amit a Gabi mondott, hogy az ország ismerje, de ne csak az ország, a világ is ismerje meg ezt a környéket. Ugye nagyon sok olyan filmet csináltunk, ami a megye természeti értékeiről szól. De csináltunk olyan filmeket is, amiről tulajdonképpen ő is elkezdett itt néhány mondatban visszaemlékezni, hogy vannak olyan emberek, vannak olyan foglalkozások, népi, népművészek, népikletésű emberkék, akik valamit letettek az asztal, és ezek csodák. Na ezeket is mi annak idején földolgoztuk. Nagyon hosszú sorozatot lehetne erről most beszélni, vagy sokat lehetne beszélni, hogy kikkel csináltunk ilyen anyagokat. És ez a megye, ez tényleg akkor szép és akkor jó, hogyha ha már nem tudsz elmenni, nem tudsz letérni a Poros útra és megnézni az illető kisebb településeknek az értékeit, akkor egy csatornán keresztül, egy tévén keresztül el tudjuk jutatni a világ minden pontjára ma már. Zsiga, bocsáss meg, az első 5 évhez képest mondjuk, most az utolsó 5 évben érződik ez a fajta változás, ami esetleg a nézői igények megváltozásából fakad? Ti ezt itt a szerkesztőségben nap, mint nap érzitek akkor, amikor össze kell állítani akár egy híradót, akár egy heti műsort? 20 év alatt rengeteget változott a világ is, másra kíváncsiak, az emberek gyorsan kíváncsiak mindenre. Azt is merem mondani, hogy tetszik, nem tetszik, a bulvár hírek érdeklik leginkább az embereket, leszámítva persze egy politikai műsort, egy sportműsort, egy olyan adott tematikájú műsort, ami keretek közé szorítja az adott megjelenési tartalmat. Viszont azt akartam mondani még az előbbiekhez kapcsolódva, hogy 20 év alatt nem csak a televíziózás változott meg, hanem a viszonylag állandónak mondható szereplők is megváltoztak, tehát ma már egy sportolót, egy politikust, egy közéleti szereplőt tréningeken készítenek fel arra, hogy hogyan kell szerepelni a televízióban. Nincs az, mint 20 évvel ezelőtt adott esetben megszeppent valaki, az orr alá tartottak egy mikrofon, ma lejön egy sportoló a pályáról, izzadtan lihegve is mikrofon készen nyilatkozik, mert egész egyszerűen megtanulta. Még egy kérdés, bár nem feltétlenül csak a televízió 20 évéhez kapcsolódik, inkább a Kapuvári Gábor ötlete ébresztette fel bennem a kérdést, hogyha mondjuk tényleg holnap váltani kellene, akkor mit csinálnátok? Mondjuk tudom, te zenélnél. Hát igen, akkor zenélnék. Elzenélgetnél. Hogyha van rá igény. Én nem tudom, hogy mikor kapcsolják le a villanyt, nem látunk a jövőbe, de azt tudom, hogy mondjuk 30 évvel ezelőtt forradalmi volt Magyarországon, hogy elindultak a reggeli műsorok. Azt gondolta az ember, ki a fene fog reggel tévét nézni, hiszen készül, rohan a munkába, ahhoz képest viszonylag sok csatorna elég jól elboldogul a reggeli műsoraival. Lehetnek olyan dolgok a következő években, amit el nem tudunk képzelni, nem is gondolunk rá. Az viszont én tapasztalatból mondom, hogy nagyon sokaknál, amellett, hogy vannak speciálisan figyelt műsorok, háttértelevíziózás folyik. Tehát a tévé rengeteg helyen folyamatosan megy ma, és aztán legfeljebb oda kapja a fejét, vagy leül arra 10 percre. Úgyhogy én picit távolabbi jövőben képzelem el azt, hogy lekapcsolják a villanyt. Aztán most nem is beszélek, hogy meg kell nézni nem csak karácsony előtt, hanem úgy általában, hogy a speciális áruházak milyen mértékben, milyen nagyságrendben értékesítenek televíziókat, és azt nem azért veszik az emberek, hogy dísze legyen a szobának, a nappalinak, bár jól mutatnak, de valószínűleg azért, hogy nézzék is. Ez így van, maximálisan egyet értek veled. És Gáborra vitáznék, mert nem véletlenül van, nem tudom én, 162 csatorna most éppen, ami fogható a kábelen keresztül. Ezek általában tematikus csatornák, és hát kinek mi tetszik, rákapcsol és nézi ezeket a különböző anyagokat. David Attenborough el fog tűnni? Nem fogunk a természetben járni, mert ugye nem minden héten járunk Alaszkában, most csak egy példát mondtam, vagy Afrikában, vagy nem tudom én. Vagy aki végignéz egy 3 hetes Tour de France közvetítés, az gyakorlatilag olyan, mintha egy fotelből 3 hétig nyaral a Franciaországban. Igen, szóval... itt ugye az a kérdés, hogy mennyire változik meg az emberek időmenedzsmentje, és hogy valósan le tud-e ülni 7:30-kor elkezdeni nézni egy műsort, vagy beprogramozza a televízióját, és ő azt 13:30-kor nézi meg, mert akkor van ideje. Tehát inkább talán ebben gondolok változást. Én valahol abban hiszek, hogy az ember maga és az örökös kérdéseink, a legnagyobb kíváncsiságaink, amik az életről, a halálról, az egészségről, a szerelemről és a boldogságról szólnak, azok örök kérdések, és azokra a választ
meg annyi módon keressük egy versben, egy beszélgetésben, és mindig van valami üzenet, és én azt szoktam mondani, hogy az Isten mindig fura módon üzen. Hol egy óriás plakát olvasok valamit, amit tovább lendít, hol valaki most hallgat minket, és lehet, hogy azt mondja, hogy hú, hát ennek a Kéri Petinek milyen igaza van, és holnaptól másképp gondolkodik bizonyos dolgokról. Tehát ezért kellenek, hogy húsvér emberek, és nem a mesterséges intelligencia üljön le, és akár 4-5-6-8 percig beszélgessen egy történetről. Ha már ugye a technika, most ha a filmekről beszélünk, a technika megengedi azt, hogy olyan dolgokat viszonylag játszik könnyedséggel meg tudnak oldani, ami valamikor nagyon sok pénzben került. A robbantásoknak jó része az valóságban nem történik meg, hanem effektek rajta. Ma már vannak olyan filmek, ahol hát bizony, a múltkor a fiai mutattak egy rövidke kis részletet egy anyagból, hogy apa, nézd meg. Zavarba voltam, én azt hittem, hogy színészek játsszák, és kiderült, nem, minden az utolsó kockáig meg van rajzolva, és olyan tökéletes volt, hogy zavarba voltam. Azt mondtam, hogy ha ez így megy tovább, most már színészekre se lesz szükség, meg lehet mindent oldani ezzel. Kell ez ilyen szinten? Én lehet, hogy a néző is ketté válik. Lesznek azok, akik ezt is elfogadják, és lesznek olyanok, akik viszont nem érik be az utánzattal, hanem a valódit keresik. Tehát, de hogyha tudnánk, hogy mi lesz 10 év múlva, vagy 20 év múlva, akkor valamennyien milliárdosként azokon a projekteken dolgoznak, és nem a holnapi adáson. Igen. Viszont még annyit, hogy rokonaim, gyerekeim révén 80 fölötti korosztálya vagyok napi kapcsolatban 20 évesekkel, és televízióznak a 80 fölötti is, és a 20 éves is. Zsiga, arra viszont nem válaszoltál, hogyha nem televíziózná, nem a sportban lennél nyakig benne, illetve a mindennapos sztorikban, akkor mivel foglalkoznál, és azért még azt talán mondjuk el a nézőknek, lehet, hogy kevesen tudják, hogy azért egy szerkesztőség nem arról szól, hogy mondjuk Hájer Zsiga csak a sporttal foglalkozik, igen, és Kéri Péter csak a kamerát tartja a vállán, hanem azért itt, ahogyan egy stúdió épül, körülbelül úgy épül föl a minden nap, tehát vannak agyalások, közös gondolkodások, tehát ez tényleg egy ilyen összmeló, ami egy televíziózáskor történik. Így van. És ugye azt arról nagyon sokan nem beszélnek, vagy nem esett szó arról, hogy itt olyan kollégák is dolgoznak, akik kreatíve gondolkodnak, és megpróbálnak valamit csinálni a hétköznapi verklin kívül. Na most ezeket elő kell teremteni, ehhez valamikor anyagi kell hozzá, de anyagi nélkül is sok mindent meg lehet csinálni, kapcsolatok kérdése, stb. Tehát mocorog benned valami, ami izgat, egy téma, és ezt föl kellene dolgozni, és ezt megcsinálod. Szóval ilyenekből viszonylag azért kevés van, de van, mert ma már rohanó világban örül mindenki, hogyha leteszi a lantot, és mehet a saját dolgát intézni. De hogy ne bújjak ki a kérdés alól, 31 éves sporttal foglalkozom, meg a 31 éve ugye a médiában dolgozom, 20 éve televízióban. 3-4 dolog mindig van a fejemben, de még egyszer sem volt annyira erős, hogy elengedtem volna ezt, meg nem is igazán volt szükség arra. Mindig azt szoktam mondani, hogy egy munkahelyen szerintem 3 dolog miatt van az ember, szereti, amit csinál, jó a társaság, és kiemelkedő, vagy jól megél belőle. Ha ebből a 3-ból 2 megvan, működik, ha 1 van, akkor szerintem rögtön váltani kell. Amióta én itt vagyok, azt nem mondom, hogy a 3 mindig megvolt egyszerre, volt olyan is, de 2 legalább mindig megvan belőle, úgyhogy egyre nem gondolkodom a váltáson annyira, hogy esetleg meg is lépjem. Tehát ha itt 20 év múlva itt tudunk remélhetőleg mind a 3-an, akkor lehet, hogy már 40 évről fogunk beszélgetni, és elég lesz bejátszani az első 20 év után ezt a mostani 20 perces beszélgetést. Hát fiúk, így legyen, ehhez kívánok jó egészséget, és ilyen töretlen lelkesedést, kreativitást, szeretetet és hitet, úgyhogy boldog szülinapot. Köszönjük viszont. Viszont mindenkinek. Kedves nézőink, sajnos ennyi fért a mai weekendbe, találkozunk jövő héten is ugyanebben az időben, illetve hát, ha valaki rögzíti, akkor később, addig is kellemes pihenést és jó hétvégét kívánok kollégáim nevében is, viszontlátásra!